Tisztelt emlékezők, kedves megjelentek! Egy évszázaddal ezelőtt lángba borult a világ. Olyan történelmi folyamatok indultak el, melyek hatása máig tart, s napjainkig kihatóan befolyásolja életünket. A nagy háború fiatal férfiak millióit szólította el a harctérre, messze a szülőföldtől. Családok maradtak fiúgyermek, férj, apa nélkül. Tamási város önkormányzata és kulturális intézménye méltóképpen igyekszik emléket állítani az első világháborúnak, a kapcsolódó történelmi eseményeknek, a hősöknek, áldozatoknak. Városunkban az elmúlt év során komplex rendezvénysorozattal, kiállítással, ismeretterjesztő előadásokkal és névzenei programokkal állítottunk emléket a nagy háborúban harcolóknak, elesetteknek, az itthon maradottaknak. Egy nemzet halottai iránti tisztelete jelzi az adott nemzet kultúrájának színvonalát és igényességét. Aki nem temeti el saját halottait, nehezen várhatja el az utókor megbecsülését, írja Szakály Sándor történész, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság tagja. A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum első világháborús hadisírok és emlékművek felújítása, felhívásra került pályázat benyújtása, az első világháborús hadisírok felújítása Tamásiban címmel. Az 1910-es népszámlálás szerint Tamásinak 5528 lakosa volt. 1914-ben és 15-ben az innen sorozott katonák, főleg a 44. közös és a 17. honvéd gyalogezred soraiban szolgáltak. A fronton körülbelül 250 Tamásiból besorozott tamási katona halt hősi halált. Szinte nincs olyan család, aki családtagját, rokonát, barátját, ismerősét ne veszítette volna el a nagy háborúban. A sírok rendbetétele, elhanyagolt állapotuk felszámolása nem csak a távoli leszármazottak, hozzátartozók szempontjából fontos, hanem a város egész lakosságának. Identitásunk, közös múltunk fontos része, hogy ezeket a sírokat megfelelően gondozzuk, ápoljuk, karbantartjuk most és a jövőben is. Tisztelt egybegyűltek, engedjék meg, hogy egy éneket is hozzátegyek ez a könyörgő áldó imához. Ezt az éneket mindig elszoktuk, vagy többségében elszoktuk imádkozni és énekelni, amikor elhunyt szeretteinktől búcsúzunk temetési szertartások keretében. Ugyan most nem temetésen veszünk részt, de mégis úgy gondolom, hogy a mi hitünkből fakadóan ez az ének pontosan ide illik, amikor is imádságos lélekkel énekelve is szeretnénk megemlékezni hősi halottainkról. Örök nyugodalmat adjó Uram nekik, és örök világosság fényeskedjék nekik, hogy szent trónod körül udvarolhassanak, s téged boldogítót örökké áldjanak. Sebesen forog a magyar gőzös kereke, mikor a belseje regrutákkal van tele. Egy barna lány sírva kírja a mozdony vezető, hozza vissza néki a regruta szeretőt.